Fidesz után első pártként a Mi Hazánk mozgalom tudta összegyűjteni és leadni a szükséges ajánlásokat az európai parlamenti választásokra, és máig egyetlen ellenzéki pártként a Mi Hazánkat vette nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság az EP választáson indulni szándékozó pártok közül. Könnyedén teljesítettük a szükséges 20 ezer aláírás többszörösét is, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Medián kimutatása szerint a fiatalok körében már a legnépszerűbb párt a Mi Hazánk, illetve szintén a Medián kimutatása, hogy a Mi Hazánk szavazói körében a legmagasabb a diplomások aránya. Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy szintén az első között gyűjtöttük össze dr. Grundner András főpolgármester jelöltségéhez szükséges 5000 aláírásnál jóval többet. Az ívek begyűjtése és feldolgozása most van folyamatban, de a szükséges mennyiségnél jóval többet már most beadunk a fővárosi választási irodának. Annak érdekében, hogy hivatalos jelölté váljon a harmadik út főpolgármester jelöltje, dr. Grundner András. Ő volt az, aki a fővárosi választási programunkat is összeállította, és azt gondoljuk, hogy így végre alternatívát állíthatunk Karácsony Gergely autós hüldözésével szemben például, amelynek nem alternatívája Vitézi Dávid. Tulajdonképpen hasonló autós hüldözése, város és közlekedés politikája, amely kizárólag a tömegközlekedésre fókuszál. A választás tétje többek között az is, hogy ismét szivárványos zászló fog-e kerülni a főpolgármesteri hivatali homlokzatára, akár Karácsony Gergely, akár Vitézi Dávid tűzné ki, hiszen Tarlós István többször tett pikáns utalásokat Vitézi Dávid devianciájára. Mi azt gondoljuk, hogy végre egy normális várospolitikára volna szükség. A Mi Hazánk mozgalom ezt képviseli, és a fővárosi választási programunk, amelyet a kabinetrendszerünkben dolgoztunk ki, és véglegesített a főpolgármester jelöltünk, az is ezt célozza. Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm Önöket. A mai napon leadjuk a szükséges ajánlásokat a főpolgármester jelölt állításhoz. Köszönettel tartozom annak a közel 7000 budapesti lakosnak, aki ajánlásával támogatott, és köszönettel tartozom annak a több száz aktivistának, aki a gyűjtést szervezte és bonyolította. A főpolgármester jelölt állítása a Budapesten a Mi Hazánk mozgalom egy alternatívát kínál a budapesti lakosoknak, mindazoknak, akik nem szeretnék, hogy újra a belpesti kozmopolita elit válasszon főpolgármestert, és nem szeretnék azt sem, hogy dugókban kelljen rostokolni a rosszul megtervezett kerékpársávok, a lezárt hidak és lezárt utak miatt. Azoknak is alternatívát kínálunk, akik nem szeretnék, hogy a BKK járatokon és a közterületeken randalírozó, ittas, garázda személyek zaklassák őket. Azoknak is üzenünk és megoldást kínálunk, akik nem szeretnék, hogy a társasházi jogvitáik évekig húzódjanak. Valamint azoknak is üzenünk, illetve biztatást adunk, akik nem szeretnék, hogy a fővárosi önkormányzat épületén, a városházán LMBTQ lobogó kerüljön kitűzésre. A Mi Hazánk mozgalom rendet tesz Budapesten, és élhetővé teszi a fővárost. Köszönöm szépen!